Nyugodj meg! Azt akarom, hogy minden olyan legyen, mint régen. Mondd, hogy még szeretsz, hogy továbbra is én vagyok Irán, az egyetlen. Irán, kérlek, hallgass meg, hallgass ide! Az első emlékem az amnézia után. Az volt, hogy oda kell érnem az esküvőnkre. Most próbálj meg aludni, kérlek. Nyugodj meg! Nem tudok aludni, nem is akarok! Nem akarok aludni, nem, addig nem, amíg azt nem mondod, hogy szeretsz. Irán, szépen kérlek, drágám, próbálj meg nyugodni. Akkor mondd, hogy még szeretsz. Nyugodj meg! Még rosszul leszel. Mondd, hogy összeházasodunk, hogy elveszem feleségül. Irán, nyugodj meg az Istenért, kérlek! No, mit csinálsz? Irán, mit csinálsz? Ne, kérlek! Doktor! Meg akarok halni! Mit csinálsz? Anya, segítsetek már! Hagyjék ki! Meg akarok halni! Mit van a magam? Mi van a nővért? Ez az egész a te hibád! Elég már, Rodrigo, hallgass el! Menj gyerek arrébb! Álljon a térre! Irán! Kérem, nyugodjon meg! Rodrigo! Nem megyek sehova! Kérlek! Rodrigo, az ég szerelmét! Innen! Hagyják el azt a nem hallottad? Csak a Diego! Diego! Ne kezd már meg én! Menj ki! Nem hallottad? Diego, menjen ki! Nyugodj meg! Azt kértem, hogy mindenki menjen ki! Az ő szeretsz! Mentse meg, kérlek! Könyörgöm, mentse meg! Kérlek! Hogy Diego! Tudod mit? Az egész a te hibád. Ha nem jössz vissza, ez nem történik meg. Elég legyen, elhallgass! Fejezd be ezt az ostobaságot! A te hibád, Bot, Irán teljesen kikészült! Eddig nem volt semmi baja. Az ég szerelmére. Ne merészeljetek itt egymásnak esni, és főként ne most. Mindkettőtök hibája, hogy Irán így bekattant. Majdnem meghalt. Elég. Higgadjatok le. Egy szót se többet. Señor Angustias, Irán rövid időn belül felépül. Megígérem. Szegény kislányom. Menj innen. Mi lesz már? Takarodj, nincs rád szükség. Minek jöttél vissza, hm? Jobb lett volna, ha meghalsz, ne! Diego, menj innen! Diego, Diego, anya, ne! Anya! Gyere vissza! Ha most utána mész, engem elfelejthetsz. Esküszöm. Ebből elég. Igen, csak úgy. Egész egyszerűen felvágta az ereit, és beleesett a medencébe. Ez a nő, ez az Irán, egész biztos megőrült. Nem tudom miért, de nekem úgy tűnik, hogy csak megjátsza magát, és így manipulálja Diegót. Jó, de ilyen extrém módon, hogy felvágja az ereit. Melegítettem egy kis tejet, nehogy megfáz nekem. Köszönöm szépen. Hát készülj a legrosszabbra, mert ha képes volt egy ilyen őrültségre, könnyen ellened fordulhat, és neked most nincs más a kezedben, csak egy házassági ígéret Diegótól. Az sokkal több volt egy ígéretnél. Esküdtettünk az Úr előtt. Odaléptünk az oltár elé, és Filemon atya áldását adta ránk. Ettől még Csúinak igaza van. Óvatosnak kell lenned, mert az ilyen boszorkák mindenre képesek. Ahogy én is, Martita. Ahogy megígértem Diegónak, amikor vak volt és amnéziás, hogy vigyázok rá. Ugyanúgy harcolok majd a kapcsolatunkért. Szerelemből tettünk esküt. Ez igaz, de... Nem pedig érdekből, ahogyan Irán kisasszony szeretné. Rendben, akkor csak légy résen, és vigyázz magadra, hiszen épp babát vársz. Jó? Jó. Meg kell mondanom Diegónak az igazat. Tudnia kell, hogy az ő gyerekét várom. Ez így nem mehet tovább. Minden kicsúszik a kezünk közül. Rodrigo magán kívül van, nem önmaga. Szerintem Rodrigo úrfi összezavarodott. Nem, Rodrigo úrfi belezúgott az én menyasszonyomba. Mindig is szerelmes volt belé. Urbano, te tudtál róla? Nem, uram. És Irán kisasszony jobban van már? Nincs. Azt hiszem, hogy az egészből ő jött ki a legrosszabbul. Mit csináljak, Urbano? Szerinted mit kéne tennem?
amit a lelki ismeretes úguram. Nem többet és nem kevesebbet. Lányom, az anyám már öreg, és úgy érezte, megszökött az egyik kicsiny az odóból, de szerettem volna bocsánatot kérni a nevében, mert azért nem kellett volna leöntenie. De tudod, az is igaz, hogy kicsit egyetértek vele, mármint nem akarok beleavatkozni a dolgodba, semmi ilyesmi, de én sem tartom valami jó ötletnek, hogy együtt lógj azzal a fiatal emberrel, a motossal. Köszönöm, de nagyon jól tudok vigyázni magamra. Szia, Márti, tehát te is munkába indulsz? Szia. Igen, megyünk együtt. Igen, remélem egy kicsit tudok aludni a buszon, mert hiába aludtam az éjjel, olyan fáradtnak érzem magam, mintha beteg volnék. Megáldanál, anya? Jaj, hát hogy ne, kislányom, már is. Menjünk. Az Úr áldása legyen veled, és őrizzen utadon. Szép napot. Köszönöm, anya. Szívesen. Szép napot, lányok. Menjünk. Sok sikert a munkához, tácsó, később találkozunk. Szia, kicsim. Sziasztok. Sziasztok. Láttad, Rufina? Rám se bagózott. Ahogy rám se. És? Hogy van a legszebb lánya Acapulcóban? Ha? Segítség! Diablo! Diablo! Maradt! Maradt! Hála az égnek, Diego úrfi! Majdnem felfalt az átkozott. Csak azért, mert nem ismert fel. Diablo? Ő itt Olvido. Még új ebben a házban. Hm? Barátkozzatok össze. Gyere közelem. Simogasd meg. Nem. Meg kell ismerkednetek. Nem, köszönöm. Még leharapja a karomat. Dehogy, Olvido, nem harapja le a karodat. Nem lesz semmi baj. Meg kell szagolnia, hogy felismerjen és tudja, hogy nem jelentesz veszélyt. Gyere közelem. Add ide a kezed. Látod? Nincs semmi baj. Nem bánt téged. Diablo jó kutya, engedelmes. Bár bevallom, kissé talán agresszív az idegenekkel. Most már értem. Köszönöm, hogy kijött és megmentett tőle. És hogy áll a terhességed? Jól. Nagyon jól. Reggelente kissé szédülök, de gyorsan túljutok rajta. És hogy tetszik a munka itt a házban? Minden rendben? Hát persze. Mindenki nagyon kedves velem. Tényleg, hogy van Irán kisasszony? Tudod, nemrég hívtam a kórházat, és azt mondták, túl van a veszélyen. Hála az égnek. A mai napot már itt tölti a házban. Az jó. Igen. Olvido, szeretnék bocsánatot kérni azért, ahogy bántam veled. Tudom jól, hogy nagyon... udvariatlan voltam. Remélem, nem érezted túl bántónak. Nem. Kérlek, bocsáss meg, én emiatt, a sok probléma miatt túlságosan feszült vagyok. Ne aggódjon, úrfi. Nincs miért bocsánatot kérnie. Olyan magányos vagyok. Elkísérnél egy sétára a Diablóval? Én? Lássuk csak... Nincs itt más, csak Diablo, én és te. Hát persze. Te. Hogy ne, szívesen. Mehet? Igen. Gyere, Diablo, indulás. Gyere. Na, csinosabb vagy, mint máskor. Nem tudom, hogyan csinálod, de... Mártita, menjünk. Ha nem indulunk el, a végén elkésünk. Majd én elviszem. Jól van. Semmi gond. De ha elkésel, ez lesz az utolsó napod. Később találkozunk. Szia. Szia. Mi ütött beléd, ha? Miért fáksz ilyen képet? Nem is örülsz nekem? Nem erről van szó. Akkor miért viselkedsz így? Már elfelejtetted, hogy mi történt nálad? Erről van szó? Igen. Ugyan mit számít az?
csak a pillanat hevében történt. Nekem egy cseppet sem tetszett. Rendben van, igazad van. Sajnálom, rossz ötlet volt. Rendben, többet nem fordul elő. Megőrülök, érted, azért csináltam, de kontrollálom magamat, rendben? Talán nem is gondoltál rám. Én egyfolytában rád gondolok, minden percben. Komolyan. Az igazat mondod? Hát persze, hogy az igazat mondom. Hogy lásd, milyen komolyan gondolom, megtennéd, hogy leszel a barátnőm. Nelson, komolyan mondod, vagy csőbe akarsz húzni? Á, most már soha nem fogsz hinni nekem. Ez az igazság. Jól akarok bánni veled, ahogy azt megérdemled. Komolyan. Akár egy hercegnővel. Köszönöm, Szitlány. Nagyon szívesen. Tudod mit? Azt kérsz, amit csak akarsz. Ezzel a pofikával, amit az úr adott, mindent megkaphatsz. Te aztán nem semmi egy lány vagy. Nem tudod, Don Bernardo fent van már? Igen, jó korán kelt, mert ma elutazik. Á, akkor... Mi haszna, parasztlány? Szívódj fel! Igenis, asszonyom. Gyorsabban, tűnés! Jó, már is, már is. Mire vársz? Csak, jó, elnézést. Elvihetlek valahová, Vanessa? Hogyan? Hát, elvihetlek esetleg valahova. Ah, igen, 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 igen. Állj elő az autóval, mert az én drága Bernim egy pár napra elutazik Acapulcóból, és ki kell vinnünk a reptérre. Jó, már is hozom az autót. Csúj! Miután kitettük a férjemet a repülőtérre, lesz egy pár napunk, amit kettesben tölthetünk. Csak az enyém leszel, szép fiú. Olvido, mesélj egy kicsit magadról. Nem tudok rólad semmit. Nincs túl sok mesélni való. Mindig is Tascóban éltem. A nagyapámmal, nyugodj egy békében. A nénikémmel is, az unokatestvéreimmel. A lány, aki bejött a kórházba, azt mondta, hogy a férjed magadra hagyott. Ez igaz? Nem. Nem, csak... Nem. Csak mi? Nem vagyunk együtt. De nem azért, mert elhagyott, hanem mert... Így alakult. Így alakult? Na de... De mi? Mindaz, amin átmentünk. Amit ketten átéltünk. Pedig annyiszor mondtuk, hogy örökre, örökre együtt maradunk. Történjen bármi. Mi a baj, Urfi? Tudod, furcsa érzésem támadt. Mintha már korábban átéltem volna ezt. Talán így történt. Hunja be a szemét. Azt mondják, behuny szemmel jobban látunk. Mesélj a férjedről. Komolyan kíváncsi rá? Igen. Rendben. Akkor mesélek a férjemről. Elmondom a teljes igazságot. A gyerekem apjáról. Tudja, hogy gyermeket vársz? Nem. Én is csak most tudtam meg a kórházban. És szereted őt? Tiszta szívemből. És ő téged? Ő is szeret? Igen. Tudom, hogy igen. Ezt súgják a szemei. A szavai. De miért hagyott el? Miért ment el? Nem hagyott el. Itt van, a közelben. Csak egy időre elfelejtett engem.
Ezt nem értem. Nem értelek sem téged, sem pedig őt. Olvido, ha szeretnéd, szívesen segítek megkeresni. Beszélek a rendőrfőnökkel, tudom, hogy merre... Tudom, hol van. És hol? Ne nézze meg. Anélkül, hogy látná. Mondja meg, mennyit ér. Mit csinálsz azzal a kis libával, Diego? Akkor leszel a barátnőm, vagy sem? Komolyan beszélsz, vagy csak szórakozol? Persze, hogy komolyan beszélek. A barátod akarok lenni minden értelemben. Akár össze is házasodhatunk. Mi? Ilyen hamar? Még te sem mutattál a szüleidnek. Az a legkevesebb. Majd bemutatlak, sőt, most azonnal bemutatlak. Elviszlek haza, hogy találkozzatok, és kész. Nem tudom. Ez most meglepetésként ért. Azért jöttem, hogy megkérjelek, hogy légy a barátnőm, rendben. És nem mondasz semmit. Ha? Ugyan, Nelson, én nagyon szívesen leszek a barátnőd. Tegyél le, tegyél le. Nem. Tegyél le. Akkor hazajössz velem? Gyere el, kérlek. De Nelson, most nem lehet. A szalon miatt dolgoznom kell. Dolgozni? Hiszen hozzám jössz feleségül, és én milliómos vagyok. Soha többé nem kell dolgoznod, drágám. Jó? Na? Nem tudom elhinni. Nem tudod elhinni? Nem. Mit nem tudsz? Pedig hidd el. Mert most szépen velem jössz. Már megint azzal a fiúval van az ostobája, akit ki nem állhatok, nem igaz? Tudom, Rufina. Csúlyi annyit mondja, hogy ostoba vagyok, amiért nem lépek. Na de minek, ha Márta fülig szerelmes ebbe a gazfickóba? Ne is törődj vele, el a fejjel. Ki fognak rúgni? Don Bernardo pedig tutira kinyírat. Nem, dehogy. Ne, kérlek. Berezeltél? Nem erről van szó, de ez nagyon veszélyes. Elég legyen már. Jó, rendben van. Egyelőre. Nem lépünk tovább. De miután ott hagyjuk a férjecskémet a reptéren, te és én, elmegyünk szépen Cuernavacába. Cuernavacába? Uh-huh. Nem ismerem azt a helyet. Komolyan nem? Nem. Akkor majd most megismered, mert hiper, szuper, remek hely. De miért akarod, hogy elvigyelek oda? Hát tudod, hogy kicsit együtt legyünk. Mesztelenül fürödhessünk, és egyebek. Ne, Vanessa, az ég szerelmére, ne. Hol van az egyenruhád? Minek jöttél dolgozni, vagy cseverészni? Irán, az Istenért! Te ne szólj bele! Bocsánat, kisasszom. Jaj, ne! Mentegetőz nekem, te jó ég! Szívodj már fel! De mi lesz már? Igenis, kisasszony. Hányszor mondja még el, hogy ne beszélj így Olvidóval? Nem érdemli meg! Diego! Aj, Diego! Mi a baj, jól vagy? Aj, Diego! Irán, jól vagy? Csinálj már valamit, ezt nem érzi jól magát! Nem. Halló? Vanessa? Igen, mami, én vagyok. Kissé elfoglalt vagyok. Mi lenne, ha visszahívnál egy kicsit később? Vanessa, figyelj! Most azonnal ide kell jönnöd hozzánk a házba. Hogyan? Minek? Nem fogod elhinni, a testvéred Irán öngyilkos akart lenni. Háj, a frászt hozta rám. De szerencsére még időben beértünk vele a kórházba. Ez nem igaz, Irán is a melodráma. Ne beszélj így a testvéredről, szegényke. Nem tudod, mi minden történt vele. Gyere át hozzánk, jó?
Mami, nem tudok, ki kell kísérnem az én drága Bernimet a repülőtérre, utána pedig pár napra a Cuernavacában megyek. Nem van ez, Szita. Nem mehetsz Cuernavacába. Testvérként kötelességed itt maradni Irán mellett. Ó, nem, anya, nem! Ne szórom el a vakációmat miatta! Ne légy már ilyen zsarnok! Az anyád vagyok, épp ezért azt teszed, amit mondok. Na és nagyon eltávolodtál a családtól, ami nem tetszik. Azt hiszed? Elfelejtettem, hogy hozzám se jöttél be a kórházba, amikor leestem a lépcsőn. Ez igaz, de készenlétben álltam. Nézd, Vanessita, talán a te életed csúcsszuper, de én belefáradtam. Hagyd a drágalátos Bernidet a repülőtéren, és utána azonnal told ide a hátsó feledet. Érthető vagyok? Nagyon. Ez nem igaz! Miért kell a testvéremnek ilyen hisztérikának lennie? Miért épp most akar öngyilkos lenni az ördögbe? Öngyilkos lenni? Történt valami? Na igen. Az, hogy sajnos el kell halasztanunk a tervünket, hogy elmegyünk Cuernavacába, mert a testvérkém öngyilkos akart lenni, képzeld, milyen kár. Ebben egy csepet sem hasonlít, semennyire. Aj, anya, el tudod hinni, hogy Martita már megint elment azzal a motoros gazfickóval? Már megint? Nem, az a lány semmiből nem ért, de nem. Meglátod, jól megüti majd a bokáját. Aj, ne is mondd. Hogy hiheti, hogy az a fiú olyan jövőt biztosíthat neki, amit érdemel? Ugyan dehogy. A vak is látja, hogy csak egy dolog miatt fut utána. A férfiak egyet akarnak. Én megmondtam neki. Meg bizony, de láttad, hogy reagált rá. Felcsattant, mérges lett. Nem lehetett beszélni vele. Igen, tudom. Én az egész történetben szegény Tácsót sajnálom. Áj, hiszen láttad, milyen képe járkál fel alá. Meg sem meri kockáztatni, hogy szerelmet valljon. Na ez nem igazságos. Azért, mert rájött, hogy Márta azért a motorosért rajong. Áj, a csodába, anya. Mi történt, Csajó? Miért jöttél ilyen korán haza? Mi bajod? Na de nézd, milyen sápat. Mi van veled, kislány? Mi van veled? Mi bajod? Beszélj már, mi van veled? Mit érzel? Hol fáj? Mi a baj? Miféle hely ez, Nelson? Nem hinném, hogy itt laksz. Persze, hogy nem itt lakom. A mi házunk jó messze van. De itt nincs semmi. Pont ez a lényeg. Menjünk vissza, kérlek. Nem, dehogy megyünk vissza, ugyan már. Nelson... Na, vigyél be a szalomba! Nem viszlek! Ereszel, Nelson! Miért? Mégis mit csinálsz, ha? Ereszel! Nelson, kérlek, azt mondtam, ereszel! Neked most szépen pihenned kell és lazítanod kicsit, mert hamarosan eljön hozzád a testvéred Vanessita látogatóba. Vanessa csöppet sem érdekel, anya, most nem ez a legfontosabb. Szörnyű, micsoda hangulatban vagy. Hogy akarhattad eldobni az életedet? Nem ismerek rád, lányom. Ugyan már, anya. Nem mondd, hogy nem ismersz. Soha nem akartam eldobni az életemet. Csak manipulálni akartam Diegót. Tudtam, hogy úgy is megment. Mindent jó előre elterestem. Nézzenek oda! Nagyon jó, gratulálok. Remek húzás volt. Másrészt egy igazán bátor tett. Bármit megtennék Diegoért. Most majd felelősnek érzi magát, és újra meg fogja kérni a kezemet. Csak remélni tudom, hogy egy ilyen bátor tett célhoz vezet. Úgy lesz, anya. Higgy nekem, úgy lesz. Ez a beszéd. De cseppet sem tetszett, ahogy Diego az új cseléddel beszélgetett. De miért? Mi ezzel a probléma? Nem vetted észre, hogy milyen szép az a lány? Ne nézz rám így, anya, nem őrültem meg. Diego a taszkói kórházban feküdt, és ez a kis liba is ott lakott a közelben, egy kunyhóban. És akkor mi van? Te nem találod érdekesnek, hogy éppen akkor bukkant fel itt, miután a mi Diegónk hazakerült. De miféle szándékai lehetnének ennek a kis parasztlánynak? Azt nem tudom. De ki fogom deríteni, hívasd nekem ide.
Hívd ide, most azonnal. Mi lesz? Már is. Bementem dolgozni, és hirtelen rosszul lettem, anya. Elsötétült minden, elájultam, és mentőt kellett hívni. Hogyan? Miről beszélsz? Nyugodj meg! Miért nem értesítettetek? Nyugalom. Mi az, hogy nyugalom? Jól van, nem akartam, hogy aggódjatok, ezért nem szóltak. Vért vettek tőlem, holnapra meg lesz az eredmény. Hogyan? Ennyi? Mi az, hogy ennyi? Nem mondták meg azonnal az eredményeket? Nem, rájuk. Semmi. Majd holnap fogják, anya. Majd de, holnap. De mi az, hogy elájultál csak úgy? Készítek neked egy jó erős húslevest, sok zöldséggel. Igen, anya, ez jó ötlet. A kezemet. Köszönöm, nem, köszönöm. Semmi baj. Na, gyere szépen, kicsikém, most szépen. Hiszen jéghideg a kezed. Nincs semmi baj, anya, igazán. Már hogy ne volna, jéghideg vagy. Enned kell. Nem lehetsz beteg. Megígéred? Igen, anya. Esküdj meg rá. Jól van, esküszöm. Hey! Hová mész? Eresztem! Hová mész? Fafa be! Merszom! Eresztem! Eresztem, kérlek! Hallgass már el! Fafa be! Fafa be! Fogd már be! Kérlek, Merszom! Eresztem! És Irán kisasszony? Kisasszony, hallom, beszélni szeretne velem. Nézd, én aztán tudom, milyen fából faragtak. Barbár vagy, neveletlen. Nem tudom pontosan, miért jöttél ide, de jobb, ha tisztázzuk a dolgokat. Nem szeretem az olyan álnok kígyókat, mint te. Miért mondja ezt nekem? Én nem... Szégyentelen vagy, arcátlan, nagyképű. Mégis hogy merészeltél a kert közepén csevegni a vőlegényemmel? Miről beszéltetek, ha? Semmiről. Az történt, hogy amikor megérkeztem, a kutya megugatott, és megijesztett. Ne hazudozz itt nekem, azt igazat akarom. Mi a fenéről beszélgettél Diegóval? Az igazat mondom, kisasszony. A kutya ott volt, agresszív lett, megugatott, megijedtem, megharapott volna, ha nincs... Szóval Diego megmentett, és te hálás voltál neki, felajánkoztál a vőlegényemnek. Láttalak? Nem, nem, kisasszony, én sosem tennék ilyet. Tetszik neked Diego? Tetszik a vőlegényem? Válaszolj a kérdésre, cafka! Vagy talán süket vagy? Halljam, tetszik? Tetszik Diego? Válaszolj! Ki vele? Mi az ördögre vársz? Tetszik neked Diego? Kés léba, mert ha így van, akkor páros lábbal rúglak ki ebből a házból. Mégis mi az ördög folyik itt? A bajod? Ha? Azt hiszed, elbírsz velem? Ha? Na hát mit hoztál nekünk? A tiéd! Eresztette! Csak nyugja! Eresztette! Pofa be! Pofa be! Elég legyen! Pofa be! Engedje! Nem fogadsz? Nem fogadsz fogni? Pofa be! Pofa be! Hallgass már el! Hallgass már el! Nem igaz! Hallgass már el! Csönd legyen! Ez az! Nem fogd már be! Eresztetek el! Fogd már be, nem hallod? Mégis, mi folyik itt? Bocsánat. Olvido, Olvido, ne menj el, Olvido! Miért nem kopogtál, Diego? Mert az anyád hangosan kiabált. Na de egy valamit nem értek. Kit akartatok ti kidobni az utcára? Nem, sajnálom, bocsáss meg, csak tudod, ez a lány olyan szégyentelen és durva, kihozott a sodromból, bocsáss Kérlek, meg. Ne beszélj vele többet, Diego. Csúnyán visszaél a jó indulatoddal. Én nem hiszem, Irán. Egyelőre az egyetlen személy, aki panaszkodott Olvidóra, az te vagy. Senki más. Na, hogy te mi? Most hazugnak nevezel? Csak azt mondom, hogy nem tetszik, hogy így bánsz a szolgáló lányokkal. Világos? Nekem meg az nem tetszik, hogy jobban bánsz a cselédekkel, mint a saját lányommal, Diego. Asszonyom, minden tiszteletem. De nekem négy szem közt kell beszélnem Iránnal.
Csak hogy tudd, Diego, mostanság kibírhatatlan vagy. Kérem, asszonyom, fáradjon ki. Köszönöm. Akkor sem engedem, hogy így bánjon Vidóval. Ez volt az utolsó alkalom. Úgy tűnik, hogy számodra ő sokkal fontosabb, mint én. Mi az? Talán az amnézia ideje alatt elfelejtetted, hogy mit éreztél irántam? Nem, Irán. Az első emlékem, miután visszatért az emlékezetem, a kettőnk esküvője volt. Az első emlékem, az első gondolatom. Te voltál. Na és te, Irán? Mennyi idő alatt szerettél bele Rodrigóba? Egy röpke hónap alatt? Ilyen gyorsan? Vagy már jóval előtte összejöttetek? Nem, dehogy! Nem így történt! Csak azért mondtam igen neki, mert az agyád végig manipulált. Ő irányított. Ez nem igaz. Nem hiszek neki, neked. Pedig hinned kell. Sajnos időre van szükségem, ne, hogy átgondoljam. Ne, kérlek, 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 ne csináld ezt. Eresz már el! Az anyád manipulált, ő ragaszkodott hozzá. Azt mondta, hogy Rodrigo nem tudna nélkülem élni, és hogy ő nem maradhat a fiai nélkül, nem veszítheti el őt is. Kérlek, hidd el nekem, kérlek, ne, kérlek, nem hiszek kérlek. Neked, Irán, eresz el, eresz el, nem, mit akarsz, mégis mit tegyek? Talán Irán, hallgass meg! Rögek, kérlek! Gondolkodnom kell, kérlek, muszáj átgondolnom, értsd meg! Kérlek, kérlek, én nem életek nélküled, Diego, kérlek! Csak az enyém leszel, bármi áron. Nelson, eressz el! Elhallgass! Pofa be! Ereszd el, Nelson! Hallgass! Hallgass már el! Nelson, kérlek már, ereszd el! Márta, láttalak bejönni? Mi történt? Mi van veled? Mondd már! Áj, Mártita, Mártita. Még mindig érzem a csókod ízét. Drágaságom. Tudsz zongorázni, Urfi? Igen, kiskorom óta. Oh, akkor biztos nagyszerűen játszik. Nem, dehogy. Habár a zene nagy szenvedélyem, és időnként komponálok is. De csak hobbiból. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí. Olvido, te vagy az? Igen. Nem is tudtam, hogy így tudsz énekelni. Gyönyörű hangod van. Azt nem tudom, milyen a hangom, de nagyon szeretek énekelni. Csodás hangod van. Biztos gyönyörű zenét ír. Nem, dehogy. És kijöttem már a gyakorlatból. Jó, akkor
miért nem játszik valamit? Hogy gyakoroljon kicsit. Tudja, én... néha énekeltem vasárnaponként a falu templomában. Te tudsz énekelni? Legalábbis szeretek. És elég sokan, beleértve Filemon atyát is, azt mondják szép hangomban. Filemon atya? Mintha tudná ki az, ő a falu papja. Jöjjön csak, kisasszony. Üljön le. Köszönöm. Miért nem játszik valami szépet? Komolyan? Jól van. Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Contigo aprendí a conocer un mundo lleno de ilusiones. Aprendí que las semanas tienen más de 7 días. Mis contadas alegrías, a ser dichosa yo contigo. Tudod, nagyszerű ötlet volt ez az öngyilkosság. Hát igen. Most csak egy dolog van, Eszita, de látnod kellett volna azt a fájdalmat az arcán. Nagyszerűen megtévesztette Diegót. Ez már túl pervers testvérként, de most komolyan. Ezt úgy hívják, a szerelem próbája. Nem került sokba igazán, és hamarosan meg lesz érte a jutalmam. De nem igazán értem, mit... Mit akartál elérni ezzel az egésszel? Meghibbantál, vagy mi? Nyilvánvalóan azt akarom, hogy Diego újra megkérje a kezemet. Így majd megsajnál, és hibásnak érzi magát. Felelősnek a tettemért. Bravo! De én azt hiszem, ehhez még fel kell vágnod az ereidet 2-szer, 3-szor, 4-szer, és ki tudja, még hányszor. Ezt miért mondod? Azért, mert... az új szobalány túl közel került Diegohoz. Na várjunk csak, Vanessita. Te tudsz valamit a cselédről és Diegóról? Most igen, mami. Mert amikor megérkeztem, láttam, ahogy megkérte Diegót, hogy játszon neki valamit a zongorán. Diego igent mondott, és eljátszott neki egy szuper romantikus dalt. Vagyis az a szobalány egy kis ribanc. És nem, ez nem minden. Még nem minden, mert láttam a szemeit, és az a nézés egy szerelmes nő nézése volt. Az állnak kis kígyó. Légy óvatos, Irán, mert azt hiszem, Diego kezd érzéseket táplálni iránta. Egy kicsit már most is belehabarodott. Orfi, nem tetszett a hangom? Diego Orfi. De nagyon tetszett. A hangod olyan, mintha már... Mintha már mi? Mintha már hallottam volna.